A Magyar Vöröskereszt Dunaújvárosi Szervezete az elmúlt időszakban tematikus véradásokat szervezett, pontosan azért, hogy minél több önkéntes véradót toborozzon. Ilyen volt például a még 2017. október végén megrendezett halloweeni és az augusztusban megtartott retro véradás. Akkor rengetegen tolongtak azért, hogy egyenként 4,5 deciliter vérrel segítsenek. Az élet nyáron sem állhat meg, hirdeti a Magyar Vöröskereszt legújabb nyárra szóló véradó kampánya. Ez az időszak ugyanis az egyik, ha nem a legnehezebb a donorszerzés szempontjából. Megpróbáljuk az üzenetet eljuttatni a véradókhoz, hiszen a nyár a pihenés szól, a szabadságra az üdülés. Nyilván egy picit nagyobb figyelmet kell fordítanunk arra, hogy az embereknek ez is eszébe jusson, hiszen nem ez az első ilyenkor. Ezért próbálunk meg ilyen akciókkal és promóciókkal még felhívni a figyelmet. Jelen pillanatban, hogy ugye alkalmazkodjunk a nyári nyaraláshoz, wellness hétvégéket, koncertbelépőket, heti és havi nyereményeket sorsolunk ki, nyilván a résztvevő véradók között, és lesz a végén pedig egy nagyon klassz kis színes tévés fődíjunk. Fett Kata azt mondta, azért is van nehéz dolguk, mert a nyári hónapokban is ugyanazzal a vérkészlettel kell rendelkezniük, mint mondjuk januárban vagy februárban. A kampányunk következő helyszíne Nagyvenyén, Perkáta, Ercsi, tehát most egy picit a vidéki településeket keressük meg. Nagyon sok véradásunk lesz bent a benti vérellátóban, ugye a helyszínen. Ide telefonos behívásokkal próbáljuk csábítani a véradókat. És egy legújabb eszközünk, amivel megpróbálunk eljutni a véradókhoz, Facebookos oldalt készítettünk, Dunaújváros és környéke Facebookos oldal, folyamatosan tesszük fel a helyszíneket, próbálunk egy pár kedvességet belecsempészni, fényképezzünk, feltesszük a véradókról a képeket, nagyon kedvelik nézegetni, sokan osszák meg, és mindig úgy vagyunk az ismerősökkel, lehet, hogy egy megosztásból csak egy véradónk lesz, de azt most úgy várjuk, mint a Messiást. A véradó kampány soron következő helyszíneiről és időpontjairól a www.véradás.hu weboldalon tájékozódhatnak.